Mindig különleges csemege, ha egy edző csapata a volt csapata ellen mérkőzik. Így volt ez Siófokon is, ahová a Videóton látogatott. Kaszás Gáborról van szó, aki korábban a Balatonpartján dolgozott, most pedig már a fehérváriak mestere. Kellemes napsütésbe érkeztek a csapatok Kovács játékvezető vezetésével. És azt kell mondanom, hogy erősebb a Videóton szurkoló tábora. Többen átjöttek Székesfehérvárról biztatni csapatukat, hiszen amennyiben itt pontokat szereznek, a dobogó valamelyik fokára fölállhatnak. Csucsánszki, Jónás, még mindig ő. Nagyon szép lövés, nagyon szép lövés. Novak volt az, aki mindegy 17 méterről a bal alsó sarokba lőtte a labdát. Jobban hozta befelé Csucsánszki átadása után, két csel után tovább lőtte, Novák érkezett, és 16 méterről a bal alsó sarokba lőtt. Így tehát az első félidő 24. percében megszerezte a vezetést a Videóton. Olajos. Csucsánszki mellett. Csucsánszki felvágja, szabadrugás. Kolovics. Reppán. Szépen befordult, de Kosta résen volt, Golovics. Kirikó. Horváth mentek, László, Csucsánszki, Babaj a bal oldalon, Jován és Bíró. Csucsánszki végezhet el egy szabadrugást. Olajos hozhatja ki. Max vég mellett, ügyes csel, lövés, Kosta mellett elmegy a labda, és centiméterekkel megy ki a bal kapufa mellett. És most fújta le Kovács játékvezető az első félidőt, tehát Siófok, Videóton 0-1, a 24. percben Novák jól eltalált lövésével vezet a Videóton. Reppán, még mindig ő. Átesik Novák lábán, szabadrugás a második félidő harmadik percében, siófoki szabadrugás. Marozsán készülődik, egyelőre nem nagyon akar hátra menni a Videóton sorfala. Most már minden rendben van. Szinte kilőtte a sorfalból Horvátot Marozsán. Kolovics. Olajos kéri és kapja. Keszeg. Szabói kerül hátra. Max-től Freppán. Ismét Max. Kirikó már a 16-osra belül áll, most lő, óriási nagy lövés. Gólt ígérő támadás volt. Csucsánszki, Petres. Petresre szemben Szabó szabálytalankodott, szabadrugás, tehát a Videóton javára a második félidő 8. percében. Emmer. Nem is volt rossz. Érzésem szerint a kapura megy, be is akadt, mert Bíró elnézte a labdát. Max kapja. Petres az, aki felszabadít. Babaj jöhet.
elveszti a cipőjét, így a labda akadálytalan gurulhat ki az oldalon túlra, és jöhet a siófok. Közben azért fütyül a közönség, mert babai cipőjét Szabó messzire elrúgta. És ez pedig már megengedhetetlen, amit most hallunk labdarúgó pályán. Csucsánszki egyből Jovánhoz. Máriási. Visszakerül Csucsánszkihoz. Jován. Szép csel. És kapufa. De még ott a lehetőség Petres előtt. Már nem. Kirúgás következik. Kolovics. Kraus. Palkovics. Óriási lehetőség maradt ki a hazaiak előtt. Max. Ügyes csel. Ott a lehetőség. Keszeg a második hatalmas gólszerzési lehetőségét hagyta ki a mérkőzés folyamán. A második félidő 36. percében Max baloldali szögletrugása következik. És gól! Kraus, aki végül is a hálóba talált, a szögletrugás után ide-oda pattogott a labda a 16-oson belül, Keszeg lövésébe a földön fekvő Palkovics beletette a lábát. Így került a túloldalra Kraus elé, aki 3 méterről kényelmesen gurított a bal alsó sarokba. Így tehát egyenlített a hazai csapat. A második félidő 36. percében Siófok Videoton 1-1. És Costa mindjárt az első büntetőt megfogja. Most Emmer. Biztosan lőtt a jobb sarokba. Persze most hiába mozdult el. Vég gondosan eltakarítja 11-es pont előtt a földet. Nagyon becsapta bírót. Biztosan lő a állóba. Novat tehát. Palkovics, a csereként beállt siófoki játékos. És Costa megfogja. Ezzel a videóton biztosan nyerte a 11-es párbajt 4-3 arányban. A videóton végül is negyedik lett úgy, hogy 57 gólt rúgott a bajnokságban. Ebből az 57 gólból az egyharmadát, pontosan 19-et egy fiatalember, aki ezzel gólkirály lett. Petres Tamás, stúdiónk vendége, gratulálok a címhez. És hadd kérdezzem meg elöljáróban, hogy hány NB1-es meccset játszottál összesen? Eddig 31 mérkőzésen szerepeltem. Ebből ugye akkor ez több, mint az idei bajnokság, jutott az elmúlt esztendőre is. Hány gólt lőttél 19 az idén, plusz tavaly? Egy gól, fejes gól Siófok ellen. Ez elég jó átlagnak mondható. Hány gól maradt benned vajon az idei bajnokságban? Hogy érzed? Megmondom őszintén, az első 4 mérkőzésen összeszámoltam, megnéztem a felvételeket, 8 gólt szerezhettem volna még. Szóval még ezt hozzáadnánk, de akkor lehet, hogy a többi meg nem jött volna. Értem. Ebből a 19-ből van-e olyan, ezt illik megkérdezni, amelyikre szívesen gondolsz, amelyik úgy érzed, hogy különlegesen szép volt, vagy különlegesen nehéz körülmények között született? Mert mindenképpen ennek a bajnokságnak az első gólja, amit szereztem, Szombathely ellen, Fehérváron volt a mérkőzés, egy fejes gól, és amire még úgy legjobban szeretek visszaemlékezni, az a pécsi gól, a harmadik gól, amit rúgtam. Na most neked nagyon nehéz dolgod van, mert téged nyilván azzal küldenek ki a pályára, hogy tessék gólt rúgni, és ezt az ellenfelek is tudják.
Gondolom nem is kímélnek időnként. Hát megmondom őszintén, annyira nem vettem észre, hogy bántanának a játékosok. Hát a gólt kell rúgnom, az pedig természetes, ezt mindenki szereti csinálni. Hát ne nincs nagyobb öröm, mint gólt szerezni. Elég fiatal csapatban játszol. Nem érzed-e úgy esetleg, hogyha lennének rutinosabb társak körülötted, akkor könnyebb dolgod lenne? Így esetleg neked kell a többieket vinni a hátadon. Megmondom őszintén, egy nagyon jó csapat, így ahogy van. Úgy érzem. Tehát se öregebb, se fiatalabb nem kell vele? Igen, így van. Menjünk vissza egy picit a pályafutásodban. Hogy kerültél az élvonalba? Milyen iskolákat jártál végig, amíg eljutottál az NB1-es csapattagságig? Hát ugyanúgy, mint mindenki más, végigjártam a ranglétrát. Kezd az előkészítőtől, serdülő, ifi, csapat. Mindez Fehérvárot? Mindez Fehérvárot. Saját nevelős vagyok. És Kovács Ferenc bácsinál játszottam először NB1-es mérkőzésen, Zalaegerszegen 0-0 lett az eredmény, és már amikor említettem Siófokon, amikor csereként játszottam, ott a második NB1-es mérkőzésem az előző szezonban. Mennyire ad hitet egy jól sikerült mérkőzés a következő meccsre? Azt akarom megtudni belőle, hogy mennyire vagy izgulós típus, mennyire van lámpalázad meccs előtt? Hát úgy este érzem először azt, hogy kicsit a gyomrom összerándul, utána mérkőzés előtt érzem még ugyanezt, és amikor elkezdődik a játék, akkor teljesen megszűnik bennem. Csak a játékra koncentrálok. Mik az erényeid? Hogy érzed? Mi az, amitől ilyen sok gólt tudsz szerezni? Tehát például jól fejelsz, vagy jól rúgsz, nem tudom, nem akarok súgni. Igen, jó fejelek szerintem, és mondjuk levegőből jótól kapásból lőni, földről kevésbé. Ahhoz képest, hogy 19 gólt rúgtam, ez elég nagy hiányosság. Van egy dolog, amit föltétlenül meg kell, hogy kérdezzek, és nem ünneprontás. Ez a bizonyos válogatottbeli szereplés, ami körül elég sok minden volt, és te ebben az ügyben legalábbis nekünk a Telesportban még nem nyilatkoztál. Igen, ez nekem is rosszul esett, hogy azzal gyanúsítottak, hogy nem akarom elvállalni a válogatott szereplést. Sérült voltam, ezt tiszta lelkiismerettel mondhatom, sérültem pedig játékos nem szabad, hogy elvállaljon mérkőzést. Nem megoldása az, hogyha nem Fehérvárot kérsz orvosi papírt, hanem tényleg följössz egy összetartásra, még akkor is, ha ez esetleg némi fáradtsággal jár. Igen, itt hibát követtem el, hogy nem utaztam fel, bár nem rajtam múlott. Én mégis ezt tudnám neked a közeljövőben tanácsolni, ha ilyen van, de leginkább azt, hogy legyél egészséges és rúgd a gólokat. Hadd kérdezzek még valamit. Most te nyertél ezek szerint egy Kispolszki Fiatot? Nem nyertem, nincsen idén Kispolszki a gólkirálynak. Mennyire érzed ezt igazságtalannak? Ez egy szép ajándék, de nekem erkölcsileg többet tesz az, hogy 19 gólos gólkirály lettem. Mondjuk nem jött volna rosszul, tényleg. Köszönöm a beszélgetést. És